Nagy volt a készülődés a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola előtt. Ide ültették ugyanis azt az úgynevezett jövőfát, mellyel emléket kívánnak állítani iskolai éveinek a fiatalok. A kezdeményezés Rótné Mezővári Lilianna nevéhez fűződik, aki már jó ideje minden negyedikes osztályával elültetett egy növényt az iskola körül. Jövőfának neveztük el a gyerekekkel, mivel ők most már negyedikesek, és hagyomány számomra, hogy minden búcsúzó osztályommal, tanulómmal egy-egy fát ültetek el emlékül. Hiszen aki fát ültet, az egyszer emlékezik a múltra, a gyökerekre néz, és felidézi az emlékeket, a gyökereket, hogy honnan jött, és nem felejti el. Ha felfelé néz, a lomb felé, akkor a jövőben reménykedik, és középen ott a törzs, a jelen, amiben tevékenykednünk kell azért, hogy legyen jövőnk, és ha fát ültetek, nem csak magamnak ültetem, hanem a többi ember számára is, a jövőnek, az utódoknak. Különleges segítséget kaptak a fiatalok. Radnóti Ákos környezetvédelemért is felelős alpolgármester igazította el a földet az ültetett fa körül. A városvezető természetesen örül az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseknek. Nagyon örülök minden faültetésnek, ami Győrben történik, sőt, tehát legutóbb szintén egy volt iskolámnál, ugye a Krúdinál került sor egy faültetésre, az aradi vértanúk emlékére 13 fát ültettünk. Nagyon jó kezdeményezés, örülök, hogyha óvodák, iskolák ilyen nemes ügy mellé állnak, hiszen Győrben egy kiemelt faültetési program zajlik polgármester úr irányításával. Ugye idén egy babaliget is el fog készülni, és több mint 1500 fát fogunk ebben az évben elültetni. Évek óta ez a szám, amióta én is vagyok, és ez a program elindult 6 éve, most már több mint 10 000 felé közeledik, tehát egy nagyon jelentős faültetési mennyiségről van szó, jóval kevesebbet vágunk ki. Az eseményen részt vett Diligens Tibor, a terület önkormányzati képviselője, és az év elején alakult környezetvédelmi bizottság elnöke is. Dr. Szálasi László szerint nem lehet elég korán kezdeni a zöld gondolkodásra való nevelést. Nagy örömmel hallottam erről a kezdeményezésről. Ez is mutatja, hogy mit jelent az, amikor egy iskola komolyan veszi, hogy környezetvédő, védelemmel foglalkozó iskola, amennyire tudom a Kodály Zoltán Énekzeneiskola, ökoiskola és madáriskola. Tehát ezek azok a lépések, amit szeretném, hogy egyre szélesebb körben elterjedjenek, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban ismerjék meg a környezetvédelem fontosságát, mit jelent az, hogy környezettudatos gondolkodás. Úgyhogy én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos üzenet a gyerekek számára, és természetesen a felnőttek, és nem utolsó sorban az iskolák számára. Ültes fát, hogyha másért nem, lombot ad. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő viselj rád. Kedves kis verssel köszöntötték az új jövőfát az iskola előtt, kicsivel arrébb pedig az intézmény búzavetési hagyományát ápolták a fiatalok, díszes ruhába öltözve. Ezzel a tevékenységgel mutatják be a gyerekeknek, hogyan jut el a kenyér az asztalra egészen a búzavetéstől.